Miután január 29-én elfogadta idejévre szóló költségvetését Sárospatakváros képviselőtestületek kiírták a sportcélú támogatásokat biztosító pályázatot. A város életében egyre sikeresebbek a sportolók az utánpótlás nevelésben és a tinédzserek körében is számos országos, sőt nemzetközi vagy világversenyen is kiemelkedő eredményeket érnek el a helyi fiatalok. Az önkormányzat az egyesületek, sportszervezetek, szakosztályok számára egyszerűsített pályázati adatlap benyújtásával segít elérni a város által biztosított forrásokat. Sárospataki sportszervezetek, szakosztályok pályázatát várjuk a korábbi évek hagyományának megfelelően. Sárospatakváros honlapján kiírásra került és elérhető az adatlap, illetve az ezzel kapcsolatos tudnivalók. A pályázatok beérkezésének határideje 2016. február 16-a, mindenkinek fölhívnám a figyelmét a pontos határidő betartására, hiszen a képviselőtestület már a februári testületi ülésen tárgyalja. A Humán Bizottság javaslatára a képviselőtestület dönt a támogatás mértékéről. Elmúlt évekhez hasonlóan a támogatásra fordítható keret nem változott, tartalékot is képeztek, bízva abban, hogy egy-egy sportolónak idén is lehetősége lesz rangos versenyen való részvételre. A költségvetési rendeletben 8 millió forint keretösszeg áll rendelkezésre a sportegyesületek támogatására, viszont a Sárospatak sportrendelete tartalmaz egy olyan tartalékot, amely 300 ezer forintos keretben határozza meg azt az összeget, amelyet későbbiekben különleges, illetve kiemelt sporteseményekre használhatnak fel, külön pályázat benyújtásával az adott egyesületek, illetve sportolók. A határidő jogvesztő, így érdemes minden szempontból figyelmesen benyújtani a pályázatát a szervezeteknek, tette hozzá az önkormányzat referense.